Nagyon sok szeretettel köszöntjük drága hallgatóinkat, immáron a 41. alkalommal a Menjetek Körbe podcastet halljátok, és itt van velünk szokás szerint, és nagy szerencsénkre dr. Juhász Zoltán, az Arena 4 -én NASCAR szakkommentátora, szia Zoli, szervusz! Hello Boszkó, sziasztok! És Rós András is, hello, hello! Sziasztok, hello! jó magam pedig Módos János volnék, és gyakorlatilag ez az első olyan epizód a második szezonban, hogy láttunk már NASCAR versenyt, no de ne szaladjunk ennyire előre, azt gondolom, hogy egy kicsit melegítsünk be egyéb témákkal, mégpedig egy nagyon-nagyon jó hír tudunk hozni nektek, aki esetleg nem hallotta volna, vagy nem olvasta volna, az most megtudhatja, hogy a Network négy csoport megvette nem csak a Cup Series jogait két évre, ugye ezt már elmondtuk két héttel ezelőtt, egy héttel ezelőtt, mindegy, az első epizódban, a második szezonban. Most viszont kiderült, hogy a Track és az Xfinity Series futamait is fogja adni ez a csoport, ami ugye az Arena 4, a Match 4, illetve hát a Max 4 és sok egyéb csatorna is tartozik oda. Úgyhogy kapunk trákot és xfinity is, és ezen felül, mert hogy lehetett már olvasni ám kritikákat, és ugye figyelemmel követjük a magyar NASCAR fanok csoportot, amit meleg szívvel ajánlok mindenkinek, aki érdeklődik a téma iránt, hogy hát bizony a Telekomnál nincsen Match 4, ez is megváltozik, hiszen a Max 4 és a meccs 4 is bekerül a Telekom kínálatában, úgyhogy nem csak Xfinity-t, és Cup kapunk idén, hanem még a Telekomosok is örül hiszen figyelemmel is tudják követni majd ezeket a futamokat. Hát mit szólunk ehhez a jó hírhez? Szerintem ennek minden jó érzésű NASCAR szurkoló csak örülni tud. Azt hiszem, hogy ez történelmi olyan szempontból, hogy Magyarországon még a Track meg az Xfinity versenyek magyarul sohasem szólaltak meg az én legjobb tudomásom szerint. Ha igen, akkor, akkor I stand corrected szerintem ez azért is több szempontból is jó. Tehát egyfelől, aki szeretné látni egy NASCAR hétvégének a mélységét, az, hogy ez több annál, mint a három-három és fél órás Cup Series verseny, és, és hogy mennyi összetevőből áll egy ilyen hétvége, hogyan néz ki az, amikor mondjuk valaki elindul egy hétvégén több versenyen, vagy hogy néz ki az, amikor valaki a taposó malomban megküzd hétről hétre, és próbálkozik, hogy életében akár csak egyszer eljusson odáig, hogy track regulárként, vagy, vagy Xfinit is indulóként beülhessen végre egy kupa autóba, és övé legyen a vasárnap, hogy mekkora szakadék tátong adott esetben a péntek, meg a vasárnap között, és ahogy Danny Hamlin mondta, milyen magas a kerítés, ami elválasztja akár az Xfinity-t, akár hát főleg a trackot a Cup az most betekinthet ebbe a mélységébe. Én bízom benne, hogy ez egy hosszú távú projektnek lesz az első lépés, az első teljes szezon, amit immáron három sorozatnak a közvetítései fűszereznek. Ennek nem lehet nem örülni. Én megmondom őszintén, hogy ugye ami a sajtó nyilatkozatban van, az, hogy a NASCAR az autósportok, vagy a motorsportok pankrációja. Ezzel félig értek egyet, mert azt gondolom, hogy a cup series, cup series és az Xfinity Series nem, de aki még nem, nem látott NASCAR Truck Series futamot, azt gondolom, hogy 100 egyet tudok vele érteni, hogy a, a Truck Series a, a valóban a, a, NASCAR szakágnak a pankrációja, úgyhogy tényleg, aki esetleg még nem látott Truck Series versenyeket, annak mindenképpen ajánljuk, mert sose szokott unalmas lenni. Ez mondjuk 50-50%-ban a jó versenyek, és 50%-ban az ütközések miatt. Úgyhogy ez egy nagyon jó, <coughs> nagyon jó kezdeményezés, én nagyon örülök neki, hogy végre nem innen-onnan szervált illegális streamekről kell megoldani ezt a dolgot, illetve még egy olyan plusz információt sikerült megtudni, én feltettem a kérdést a sajtótájékoztatón, hogy esetleg gondolkodnak-e sportágankénti előfizetési lehetőségről, és nem azt mondták, hogy 100%-ig biztos, hogy lesz, hanem gondolkodnak rajta, és, és tárgyalnak róla, hogy hogyan lehetne ezt a leg, lehető legjobban megoldani. Én nem értek egyet az arányait, én 70-30-ra lőném be, és a 30 a jó verseny. az, én, az én emlékezetemben a, a truck az, egy, az általában egy roncs derbi szokott lenni, de vannak jó versenyek, ez, ez, tény. Én szoktam követni, egyébként azt is, meg hát azt gondolom, hogy itt mindannyian, de, de ott, ott egy-két embernek nagyon-nagyon hamar elgurul a gyógyszer, és ezt azt hiszem, hogy többször ki is fejtettük már podcastben. Minden esetre az, hogy érdemes követni, az biztos, csak nem biztos, hogy a legnagyobb versenyeket fogjátok ott látni. A legnagyobb drámák, meg, meg balhék, meg, meg ütközések, azok szerintem a tavalyi évben biztosan az, Xfin az Xfinity helyett a Truck voltak. Én, én legalábbis így látom, bár mondjuk Balhéktól az x is sem volt mentes, és nagyon érdekes ez a lépcső valahogy nem, mert most lehet, hogy én egyszerűsítem le a dolgot, és javítsatok ki, kérlek, hogyha így van, de ahogy lépdelünk fölfelé, úgy lesz egyre kevesebb a baleset, úgy lesz egyre kevesebb a, a tényleges mondva csinált balhézás, és ahogy eljutunk a káig, ott már egy nagyon-nagyon magas szintű versenyzés van, de egyiket sem felejtjük el. Tehát sem az ütközéseket, sem a balhékat nem felejtjük el, csak az arányok változnak meg, és szerintem nagyon jól is van ez így. Úgyhogy most én azt gondolom, hogy mindegyikből fognak kapni a kedves szurkolók, de mondom, hogy ha ti nem így látjátok, nyugodtan mondjátok, én így gondolom, és mindegyik szériának megvan, miért szeretem, nem feltétlenül ugyanaz. Persze, persze, igazság szerint, most azon gondolkodtam, hogy ezzel az általam már sokat kritizált szóösszetétellel, kifejezéssel, hogy a NASCAR az autósportok pankrációja, most ennek megint neki mennyeke, Mert persze, Igen. E, jó, oké, okay. de Ez röviden, egyszer és mindenkorra szögezzük le, a NASCAR nem az autósportok pankrációja, nem az. Akinek van kétsége afelől, hogy a... NASCAR versenyzés, és különösen a Cup Series ben való versenyzés, az nem egy iszonyatosan kemény, nehezen űzhető műfaj, ami tényleg a világszínvonalba, a világ elitbe való tartozást feltételezi, hogy ott ütőképes legyél, versenyképes legyél, annak mondjuk ajánlom megnézni Juan Pablo montoya a NASCAR Cup Series-es pályafutását, hogy szerintem a generációjának az egyetemes autóversenyzés tekintve az egyik, hanem a legtehetségesebb versenyzője, aki a Forma 1-ben Mihály Schumacherrel, egy fénykorában lévő Mihály Schumacherrel küzdött például, aki az indikárban gyakorlatilag mindent megnyert, amit meg lehetett nyerni, jó, de nyilván ebbe is bele lehet kötni, de, de azt gondolom, hogy, hogy talán a legjobb fokmérő ilyen szempontból, amilyen adottságokkal autóversenyző rendelkezhet, amilyen elhivatottsággal autóversenyző rendelkezhet, az meg volt Juan Pablo Montajának, és ehhez képest a Cup Series pályafutása az hát megreket valahol egy olyan jó közepes versenyzőnek a szintjén. Még egyszer, tehát ha bárkinek van kétsége afelől, hogy itt a klasszikus autóversenyzői erények kerülnek megcsillogtatásra hétről hétre, akkor az nézze meg Juan Pablo montoya a NASCAR-ban eltöltött éveit, az nem volt félvárról véve, az nem nélkülözte a szponzorokat, az a szerepvállalás és ehhez képest az lett belőle, ami egy legjobb esetben erős, közepes kupasorozatos karrier. Na és hogyha már ezt mondjuk, hogy kinek milyen szezonja volt, erre lehet is ám tippelni. És akkor már is ugrunk egy következő témára, ugyanis ténylegesen nagyon-nagyon sokan érdeklődtetek a NASCAR fantasy iránt, ami természetesen idén is elindul. Az Aréna négy zászlaja alatt, hiszen tavaly is így hívták, az a bajnokság gyakorlatilag csak megújul. Tehát, hogyha aki tavaly belépett, az ha én. Jól néztem, akkor benne is van. Nyilván újra frissíteni kell ezt a regisztrációt, és újra össze kell állítani az első csapatot, amelyet február 14-től tudtok megtenni. De akinek megvan a tavalyi link lementve, vagy hivatkozás, annak nem kell keresgélni, az ott vissza is tud lépni. Akinek nincs, annak pedig meg fogjuk osztani, hiszen már a birtokában vagyunk mivel ugyanaz. És akkor erről a fantaziról egy kicsit beszélgessünk, hogy mi is ez, hogyan épül föl, mi a pontozás, és hogyha nem bánjátok, akkor ezt a száraz dolgot magamra vállalom, és elmondom, Röviden, tömören, tehát a NASCAR Fantasy nem áll másból, mint 5 plusz 1 pilóta kiválasztásából első körben, akikről azt gondoljuk, hogy a hétvégén jól fognak szerepelni. És akkor elmondom a pontozást, és megértjük, hogy hogy van ez, ugyanis ki kell választanunk összesen öt pilótát úgymond a kezdőbe, és egy pilótánk lehet a garázsba. Ez pedig úgy néz ki, hogy a kezdőben lévő öt pilóta gyűjtögeti a pontokat, a garázsban lévő az ott szépen pihen. És egészen a második szakasz végéig a garázsban lévő pilótát be lehet állítani a kezdőbe. Ezt szabadon lehet cserélgetni oda-vissza, egészen addig, ameddig a második szakasznak vége nincsen, és el nem kezdődik a harmadik. Eddig ugye jól mondom, a második szakasznál. Jól, teljesen akkor nem keveredtem bele, mert nagy dél mondom ám. és ez úgy néz ki ez a pontozás, és azért nagyon fontosak a szakaszok, ugyanis az első és a második szakasz leintésénél is pont jár a legjobb tíznek. Azt pedig úgy osztják ki, hogy az első, a szakasz győztes, az 10 pontot kap, aztán 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 leosztásban elmegyünk a tizedikig. Ez mindkét első szakasznál így van. A harmadik szakasznál viszont, ugye, ami a verseny befejezését is jelenti, egyben, amikor annak vége van, a futam győztest még mégpedig úgy, hogy a futam győztes kap 40 pontot, a második 35-öt, a harmadik 34-et, és innen egyesével csökken a pilótáknak kiosztott pont egészen a 36. helyig, az alatt pedig egy pontot kap minden rosterben, azaz a kezdőben szereplő Versenyző. ezért is nagyon fontos, hogy a második szakasz lezárultáig állítsuk be azt a kezdő ötöst, amivel neki megyünk a futam végének. Ugye általában ezt könnyen meg tudjuk tenni, mert én csak a magam nevébe beszélek, az öt pilótámból általában egynek vagy nagyon-nagyon pocsék versenye van, vagy összetöri az autót, és akkor itt nagyon egyszerű a döntés. Ha ez a második szakasz vég előtt megtörténik, akkor egész egyszerűen kicserélem a garázsban lévő pilótámra természetesen vannak olyan szituációk, amikor kette hárman is összetörnek, ne adj Isten négyen, de velem előfordult az, hogy egy nagy balesetben a komplet fantazim garázsostól szerepelt, ez szerencsére nem a tavalyi évben volt, hanem még tavaly előtt, Ugye mi akkor is játszottuk így magunk között ezt a kis játékot, úgyhogy hát ezt be lehet szívni egyébként, de egy ilyen mentségpontunk, vagy egy ilyen tartalékpilótánk marad a garázsból. Úgyhogy ez az alapösszeállítás. Ami viszont tavaly jött be újdonságnak, ha jól emlékszem, az pedig a head-to-head matchups, ami azt jelenti, hogy a NASCAR mindig kiválaszt, ha jól emlékszem, és erősítsetek meg négy pár harcot. Én nekem is úgy rémlik. Ugye négy. Mert az a Igen. baj, hogy nem látjuk a fantasztikusat, szabályzatban a szabályzatban nincs beírva, de ha jól emlékszem, akkor négy, és ezt úgy kell elképzelni, ezt a head-to-head -head dolgot, hogy mondjuk a NASCAR kiválasztja Kyle Busch-t, meg Tyler Rediket és akkor azt kell megtippelni, hogy a futam végén melyikük végez előrébb, tehát a leintés, a futam leintésének pillanatában és aki jól tippel, az kap 10 pontot, és mivel ilyen párbajból négyet állít össze a 7-ről 7-re, ezért ezzel 40 pontot lehet szerezni. Úgyhogy ennyi igazából a fantazinak a, 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 a trükkje, ezt hétről hétre be kell állítani, nagyon fontos, hogy a zöld zászló pillanatában már nem tudtok a kezdőn változtatni, sem a garázson, sem ezen a párbajon, úgyhogy jó előre ki kell választani, nem úgy, mint én tavaly, aki egyszer elaludtam, egyszer meg elfelejtettem, ugye? Mert akkor nagy, meg drága pontokat veszítetek, és itt mondanám még el azt is, hogyha nem állítotok, és ezt tapasztalatból is tudom mondani, akkor az előző heti rostert, vagy line vagy kezdő ötöst, és a garázsban lévő pilótát automatikusan áthozza a rendszer. Ezért tudtam én olyan pilótát betenni, aki nem is indult az adott futamon, mert TJ Almendinger be volt rakva ródról, és aztán utána az oválon nem volt ott. Milyen jó, hogy AJ Almendinger most teljes szezont fut. Tehát ez nem fordulhat elő a továbbiakban. Legalábbis Olmendinger esetében. Olmendingerrel nem, de biztos lesznek vendég NASCAR pilóták, akikkel viszont előfordul. Amit még el kell mondani, hiszen azért nem ilyen egyszerű a dolog, hogy mindig berakosgatjuk a szerintünk lévő legjobb ötöst, az az, hogy alapvetően minden pilótát egész évre nézve, tíz alkalommal, illetve, bocsánat, egész alapszakasz évre nézve tíz alkalommal használhatunk, és ugye hát az alapszakasz az kicsit több versenyből áll, mint tíz, úgyhogy azért be kell osztani, hogy kit hova rakunk be, és kiket gondolunk toppilótának, ugyanis tíznél többször nem tudjuk őket felhasználni, de amint eljön a rájátszás, mindenkiből újra kapunk öt darabot, vagy öt lehetőséget, hogy újra betegyük Ebbe a kezdőbe, és ez tényleg minden pilótára vonatkozik. Tehát nem kell spórolni a rájátszásra, nyugodtan az alapszakaszban lőjetek el minden lehetőséget a tízből. Ezt tudom tanácsolni, és azt gondolom, hogy ezen kívül nincs is más, tehát csupán ennyiről szól a fantasy. Én azt gondolom, hogy ez egy plusz, plusz dolgot ad, én legalábbis szoktam miatta izgulni, én nagyon-nagyon szeretem ezt a kis egyszerű kis játékot, mindenkinek nagyon ajánljuk, a linket pedig természetesen meg fogjuk osztani az adás alatt is, illetve majd a magyar NASCAR fanok csoportba is kikerül, és gondolom a Network 4 is, hogyha indul a játék, akkor minden social felületén meg fogja osztani, úgyhogy keressétek Ezeket is valahol biztos, hogy szembe fog jönni. Valamit kihagytam, srácok, vagy, vagy minden benne? Nem tudom, nem tudom, nem, nem rémlik, hogy kihagytál volna bármit is. Egyébként, hogyha gondoljátok, akkor most is lehet például csatlakozni a NASCAR.com-on, a fantazi részlegre kattintva, és ott ki lehet keresni a ligák között az Arena 4 NASCAR elnevezésű ligát azt követően pedig gondolom fel lehet iratkozni valamiféle e-mailes értesítésre, és akkor el se tudjátok szalasztani az adott hétvégét. Az a jó benne, vagy legalábbis én azt szeretem nagyon a, a fantaziban, hogy előkerültetek már most nagyon sokan, akik játszottatok velünk, szép sikereket is elértetek, borsot is törtetek az orrunk alá az előző szezonban, jöttetek velünk mindig, és van, aki Twitteren, van, aki Facebookon, azért jelentkezett, hogy ő fut X vagy Y név alatt, és mindig jó társítani ilyenkor a -ért rajongó élő haló cimborákat, nem csak avatárok meg nevek lesznek egy idő után, hanem talán ki tudja, beszéd témák meg haverok is ezekből a játékokból. Úgyhogy a magam részéről még egy dolgot így bedobnék így a kis podcastunk szempontjából, nem tudom, még ezt nem beszéltük, meg most jutott eszembe, esetleg azzal lehetne ösztönözni itt a részvételt, hogy Mondjuk minden hétnek a podcast adásában beolvassuk a legjobb három helyezettet, mert mindig csak magunkról szoktunk beszélni. Néha-néha, ha ismerős nevet találunk még az adott héten jól szereplők között, akkor arra kiszoktunk térni. De vezessük be a szokásnak, hogy minden podcast részben az első három helyezettet a múlt hétről elővesszük, aki azon a futamon bekerült a top 3-ba az Arena 4 NASCAR ligában, akkor az kap egy említést, és hogyha nagyon-nagyon sokszor kaptok említést, az azt jelenti, hogy a végelszámolásnál is betyárosan helyt fogtok állni. Állunk elébe, srácok, nektek szerintem könnyebb lesz idén összességében fantazizni, mint tavaly, nem? Mert már van egy, van egy év tapasztalat ebben az új autóban, volt pilóta keringő, de azért... Fenekestül nem fordultak fel az erőviszonyok, és szerintem idén most csak könnyebb dolgunk lesz, nem? Szerintem de, és még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy aki esetleg új hallgató, és nem tartott velünk a tavalyi évben, akkor annak elárulom, hogy minden podcast adás végén minden podcastoló jelenlévő úriember, ad egy tippet, hogy szerintek itt kéne a fantasy rakni. Nyilván ez általában három, maximum négy tipp szokott lenni, úgyhogy nem elég arra, hogy kitöltsétek a gridet, illetve ilyenkor mi nem figyeljük, hogy ti hányszor használtátok el az adott pilótát, csak egy ilyen kis ízelítő abból, hogy mi mit várunk a futamtól, és kitől várunk jó szereplést, azért én kaptam jó visszajelzéseket, részetekről is, hogy nagyon jó tippeltetek, meg, meg azért néha engem is dicsérnek, bár a tavalyi év az, az nagyon nagy maki volt, tehát én nem mondom, hogy engem idén ne várjatok azért ott az elejébe, de hogyha valaki vágyik tippekre, akkor a podcast adások végéig el kell jutni, mert ott lesznek. Igen, egyébként azért szép ez a Fantasy, mert kell azért hozzá research, tehát kutatómunka kell azért hozzá, bőven jó szerencse is kell azért hozzá az, hogy folyamatosan nézd a versenyt, és tudjál reagálni az esetleges változásokból és a garázsból be tud tenni az emberedet. Van olyan is egyébként, amikor mind a hat embered, ugye az öt kezdőd és a garázsban lévő embered is jól megy, és ott van az elejében, és akkor is meg kell hoznod a nehéz döntést, hogy na akkor most ebből... Kit, kit, hagyjak bent, kit vegyek ki, stb. stb. Úgyhogy, úgyhogy érdekes lesz, és ugye a Dayton 500 meg még érdekesebb lesz ilyen szempontból, mert rengeteg olyan versenyzőnk lesz, aki nem teljes éves, és, és hát ugye nekik ugye be is kell kvalifikálniunk magukat, mert több, több nevező van, mint, mint induló hely, úgyhogy érdekes lesz. Nekem biztos, hogy lesz egy versenyző, aki, ki nem teljes évet fog futni, de hát... Ez... Jimmy Johnson! <laughs> <laughs> Conor Daly, ja nem Jimmy Johnson! Ó, yeah. hát Conor Daly nem fog bekerülni a Dayton 500-ra, itt hallottátok először. Nem, mert ezt én én mondtam először, a The Money Teamben én sem bízom. Megjegyzem, hogy ha össze kellene hasonlítani, hogy kinek van nagyobb tapasztalata a hetedik generációs NASCAR Cup Series autóval, Conor daly vagy Jimmy Johnsonnak, akkor bizony Connor Daly a helyes megfejtés, mert kettejük közül ő legalább már indult egy versenyen, tavaly talán a Charlotte Roválon a rájátszásban. Igen, ezzel egyetértek, viszont én ezt a Money team meg a, New York Racing Tívet, meg a Hezeberget, ugye tavalyi évről, tehát én ezeket egy kalap alá veszem, Szerintem Konordéli örüljön, hogyha nem esik egy szét alatt az autó. Igen, én is ezt várom. Sajnos ezektől a csapatoktól hogy nagyjából ezt a szintet fogják hozni. És mit szólnátok még egy újdonsághoz, ha bevezetnénk, ugyanis ha valaki új hallgató, még egyszer, <laughs> akkor visszamegyünk az alapokhoz. Mit szólnátok ahhoz az újdonsághoz, hogyha kiraknánk a Twitterünket is, ugyanis a hashtag NASCARHU. Ha ellátjátok az üzeneteteket, akkor ez bekerül egy feedbe, és ezt szokta figyelni a Network négy kommentátori csapata, illetve ezt szoktuk figyelni mi is, és elég sokan, akik a NASCAR-ról beszélgetünk, úgyhogy Twitteren is nyugodtan tudtok nekünk üzenni, tudtok tegelni minket, és itt a hashtag NASCAR.Hú alatt tudunk egyébként a hétköznapokon is eszmecserét folytatni. Mit szólnátok, srácok, még egy ilyen fantasztikus újításhoz? Hát Boszkó, hát fantasztikus vagy, komolyan. Nem jutja szóhoz, szó, ugye, hogy miket ki nem találok? <laughs> ezt nem néztem volna ki belőled azért, nagyon. Tényleg, most le a kalappal. de mi az a Twitter? <gül> <gül> olyan, mint az iviv, nem? Mert. A vagy nem, a, de most a... ezt én kérdezem, Boszkó, hogyha gondolod, akkor vezest föl, mert én tudom, hogy mi az a Twitter, te is és Zoli is tudja, de biztos, hogy van olyan... Hallgató, aki nem tudja. Ja, és várjál, mielőtt belekezdesz, így. úgy írt körbe a Twittert, hogy szerepelnie kell benne a citromélnek. Illetve a tulajdonosról is kell beszélned egy pár szót. Jó, ez házi feladat, tehát aki nem tudja, hogy mi az a Twitter, és nem szokott beszélgetni, és nem is kívánod beszélgetni, vagy nem kíván ezzel megismerkedni, azt természetesen nem tudjuk oda várni. Aki viszont tudja, mi az, vagy hajlandó utána járni, akkor ő a hashtag, még egyszer utoljára a hashtag NASCAR hu, mint hungari. És a hashtag az ugye a kettős kereszt. Igen, igen. Kettős kereszt NASCAR hu ezt kell beírni, és akkor be fog kerülni ebbe a feedbe. Mi pedig robogjunk tovább, mert nagyon-nagyon sok témát hoztunk nektek mára, és ez az első a szabályváltozások, mármint az első olyan, ami nem fantazi és nem ilyen közlemény jellegű, mert hogy van szabályváltozásból bőven a 2022-es esztendő utána 2023-asra, és azt gondolom, hogy haladjunk sorrendbe, mit szóltok. És az az első, amit én itt kiszúrok a kis leírásunkban, hogy az épített pályákon eltörlik a szakaszok közti szüneteket, a pontokat kiosztják, tehát a szakaszpontokat ugyanúgy kiosztják, viszont nem fog érkezni automatikusan a sárga zászló, és nem fog megállni a verseny. Ez ugye a Road-Street pályákra vonatkozik, tehát. Ezt így magyarul sajnos még mindig nem tudjuk jobban lefordítani, mint épített pár, de fogadjátok el, kérlek. Mit szóltok ehhez? Szerintem ez egy nagyon jó döntés, és azt hiszem, hogy ne, mi is, de egyébként az egész Náskáros közösség ezt már nagyon-nagyon akarta, hogy ez, ez legyen így. Mondjuk arra emlékszem, és most Molnár Dávid kolléga nevében fogok egy kicsit beszélni, hogy ő egyébként már a, a szakaszok behozattala óta azért kardoskodik, hogy, hogy egyáltalán ne legyenek szakaszok közti szünetek, de ugye hát az amerikaiaknál a reklám az fontos, és gyakorlatilag ilyenkor egy előre betervezhető reklámszünetet veszít el majd a, a NASCAR, hogy nem lesznek ö, szakaszok közti szünetek. Meglátjuk, meglátjuk, hogy hogy lesz. Szerintem ez egy nagyon jó döntés, főleg Indianapolisra nézve, ahol, ahol minél több sárga zászló van, annál több baleset van. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez egy pozitív változás. Én is örültem ennek a változtatásnak, mi magunk is kértük, hogy ez így legyen. Na nem, mintha bármi beleszólásunk lenne a dologba, de ettől függetlenül kisopánkodtuk magunkat. Sokkal izgalmasabb lesz így szerintem a stratégiai hadviselés az épített pályákon. Azt gondolom, hogy nagyon kiszámíthatóvá és sablonossá tette a szakaszközi szüneteknek a bevezetése az épített pályás futamokat, és úgy, hogy nincsenek lokális sárga zászlók, úgy megszakítani még ilyen művi módon hosszú percekre a versenyt, az nagyon-nagyon vontatottá tette a rótpályákat. Eleve még sárga zászló alatt körbeér egy négy mérföld hosszúságú Ród Amerikán a mezőny, az több perc, tehát ilyen nem is tudom, 4-5 perc, 6 perc, a jó ég tudja, nagyon hosszú idő volt például, és ilyen szempontból ez nyilván rövidíteni fogja a futamoknak az ösztávját. Arról nem is beszélve, hogy eddig olyan versenyző nem nagyon nyerhetett épített pályás versenyt, aki az első, illetve a második szakaszban is gyűjtött szakaszpontokat, mert hogyha jól álltál a versenyben, és közeledtél egy szakasz végéhez, akkor érdemes volt bemenned két körrel a szakasz vége előtt, mielőtt bezárták volna a pitródot, és tankolni, kereket cserélni, mert ennek köszönhetően elkerülted azt, hogy a következő szakasz kezdetén bekerülj a darálóba, az abszolút közepébe a mezőnynek. Így tudtad Megőrizni a vezető pozíciódat, és ugye inverz módon, aki ráment a szakasz hajrápontokra, az a következő szakaszt a mezőny hátsó traktusaiból kezdhette. Az épített pályákon ezzel az új autóval aztán különösen a piszkos levegőnek a szerepe, a követésnek a dolgát, előzőknek a dolgát nagyon megnehezítette. Tehát onnantól kezdve, hogy bekerültél a középre, hátulra, onnantól kezdve, közel megpecsételődött a sorsod a futamgyőzelem szempontjából. Egyedül talán az én emlékezetem szerint mondjuk Kyle Larson meg Chase Elliott voltak azok, akik ha nem is tavaly, de tavaly előtt képesek voltak úgy versenyt nyerni épített pályán, hogy volt szakaszgyőzelmük. Talán Kyle Larson csinálta meg egyszer azt a bravúrt, hogy két szakaszgyőzelem, meg utána a végén a futamgyőzelem rót pályán összejött, de az nagyon komoly dominanciát feltételezett. Szuba-szumárum szerintem csak jó, agyalósabb lesz, kevésbé sablonos lesz, követhetőbb lesz a hát nem, az nem igaz, hogy követhetőbb lesz a verseny, pont ez az, hogy kiszámíthatatlanabb lesz a versenyzés, és ez szerintem nagyon jót fog tenni a rótpályáknak. És még azt is mondjuk el azért, most eszembe jutott, mert hogy én figyelemmel követtem szombaton az új magazinműsort, ahol Nászkáról és Indikáról beszélgettetek az Arena 4 és egyszer nagyon felnevettem, de már nem emlékszem, hogy melyik újításnál volt, és arra viszont emlékszem, hogy a közvetítésbe is javasoltad, és itt a podcastben is beszéltük, és Maka mondta, hogy megcsinálta a NASCAR, és akkor szólták közbe, hogy van még ötletem, lehetne még, lehetne még szerinted ezeken a road versenyek valahogy csavarni? Hmm. Hát erre adjál egy pár percet, mert ez volt a legnagyobb probléma. Annyira elterelte a figyelmünket ez a bosszantó dolog, hogy, hogy megállítják a szakasz közben a versenyzőket, hogy nagyon mással nem is foglalkoztunk. Hát szerintem a gugyírnak lenne abban felelőssége még, hogy hogy olyan gumikeveréket kísérletezzen ki a hat rót pályára, amit ami talán jobban degradálódik, és akkor nagyobb lenne a gumikopás, nem feltétlenül csak az üzemanyag határozná meg, hogy épített pályán mikor mennek be a pitródra, hanem a gumikopás is meghatározó tényező lenne. Ugye a másik dolog, ami, ami egy előremutató változtatás lenne rót pályán, hogyha bevezetnék a lokális sárga zászlókat, nem lenne nagyon-nagyon hosszú megszakítás egy-egy árva megforgás után, és negyed órás szünet, tehát az még talán tudna javítani a versenyzésnek a színvonalán, és hát azon gondolkodom, hogy, hogy még az eső szabályokon lehetne egy picit, picit finomítani a rótpályákon, de úgy hiszem, hogy most a legújabb szabálymódosításokkal, ami már oválpályákon is lehetővé teszi az esőgumikat, az beiktatták a szabálykönyvbe, hogy nem a NASCAR eleve elrendeli, hogy esős rajt lesz, és akkor mindenkinek kötelező esőgumit feltenni, hanem én úgy tudom, hogy a lapos rövidoválokon, illetve az épített pályákon is szabad választási lehetősége lesz, marad a csapatoknak, hogy a szárazpályára alkalmas gumik közül, illetve az esőgumik közül válasszanak. Tehát nincsen kötelezően elrendelt vizes, rajtos procedúra, és ez szerintem, hogyha majd a gyakorlatban nyilván látunk rá egy-két példát, akkor kikristályosodnak ezek a szabályok, de ezek szerintem mindenképpen előremutató változtatások. Jó irányba indult meg a NASCAR ha so már behoztad ide az esőt, akkor mondjuk el, hogy ahogy már említetted így részben, hogy bizony találkozhatunk majd esőgumikkal a sort, azaz a rövid oválokon is, ugyanis Wilkesboróban, New Hampshire-ben, Phoenix-ben, Richmond-ban, Martinsville-ben és többek között, most nem sorolok fel minden egyes pályát, de a sort oválokon jönnek az esőgumik, és bizony, hogyha esni fog az eső, akkor nem állítják meg a futamot, hanem megpróbálják lefutni. Engem ez teljesen megdöbbentett, még akkor is, hogyha volt ennek előszele, és tavaly teszteltek, annyi minden tesztelt már a NASCAR, amit nem hozott be, hogy én azt gondoltam, hogy ez is egy ilyen dolog lesz, de azt, hogy ilyen rövid idő alatt én szerintem viszonylag kevés tesztel ezt így belerakták a mostani szabályzatba, hogy bizony a sortokon eshet az eső. Nem tudom, vannak kétségeim nektek? Én nagyon félek, hogy, hogy káoszba fognak fulladni ezek a versenyek ugyanis hát el nem tudom, tehát egyszerűen nem tudom magam előtt elképzelni, hogy ez, ez hogyan fog működni, és az egy dolog, hogy egy autó megy esőben, mondjuk egy időmérő edzésen, de azt nem tudom elképzelni, hogy hogyan lesz ebből versenyzés esőben, főleg az újraindításoknál, tehát nekem óriási aggodalmaim vannak ezzel kapcsolatban, aztán aztán hát bízunk a nascar ba minden dolog, amit behoznak általában elsőre szokott működni. <laughs> <laughs> Úgyhogy reméljük a legjobbakat. Nem, nem, tudom, nem tudom. Lehet, hogy ez is egy olyan dolog lesz, hogy igazából nem is látunk rá példát csomó ideig. Abban biztos vagyok, hogy nagy esőben nem fognak versenyezni. Tehát, hogy ilyen, mit tudom, én bokáig érő vízben nem fogják elengedni őket. a, a Úgyhogy úgy, meglátjuk, hogy hogyan fog működni, reméljük a legjobbakat. Én attól tartok, hogy ez egy elhamarkodott, elkapkodott döntés. Az elmúlt három évben emlékeim szerint mindig volt egy-egy verseny, ahol a NASCAR nagyon csúnyán benézte az esőt, vagy még annál is több, mint szezononként egy. Tavaly ugye a legemlékezetesebb az az volt, amikor a nyári Daytonai versenyen az egyes kanyarban elkezdett esni, a NASCAR bealudt, egy 40-50 másodpercig semmi nem történt, senki nem vette észre, hogy esik, és amire odaértek a versenyzők addigra, minthogyha jégen csúszott volna a komplet mezőny, Austin dillon leszámítva beleállt a falba, és Dillon ennek köszönhetően, vagy ennek is köszönhetően nyerte meg a versenyt, és repült a rájátszásba, a többiek meg repültek ki a safer falba, ugye New Hampshire-ben 2021-ben az érről a két Joe Gibbs Racing jött a Kyle busch annak köszönhetően, hogy ők voltak a takarító autók, és megint elfelejtette a NASCAR belengetni a sárga zászlót, amikor jött az eső, és persze, aki élen jött, az megcsúszott, és azt megelőzően azt hiszem Kenzezben volt verseny, de lehetne emlegetni 2021-ből a kotafutamot, amit megint megpróbáltak özönvízben megrendezni, és nem jött össze, Ilyen előjelek után nagyon nagy bátorságra val ráengedni majd a mezőnyt esőgumikon oválpályákra. Legyenek azok bármilyen laposak, legyenek azok bármennyire is sortrekkek. Attól tartok ráadásul, hogy ezek a típusú kicsúszások, az ilyen aquaplaning-szerű tapadásvesztések, azok azt fogják eredményezni, hogy a kocsik gyakorlatilag vezethetetlenül a hátsó lökhárítójukkal csapódnak majd a falba. És ez az a szituáció, ami a hetedik generációs kocsinak az Achilles sarka, ez az, ahol nem felel meg a biztonsági elvárásoknak ez a kocsi, így következnek be a sérülések. Így sérült meg Kurt Busch, így sérült meg Alex Bowman, így lett rosszul Tyler Reddick, így sajog, fáj jelenleg például Danny Hamlin, így kapott nagy ütést a Clash-en Kyle Larson, tehát ezek a típusú hátóról érkező behatások azt eredményezik, hogy a Hans az, az megfogja a versenyzőknek a fejét, és ettől ez egy ilyen ostorcsapásszerű mozdulat, ahogyan hátulról jön az impact, ez az ostorcsapásszerű erőhatás pedig azt eredményező, hogy hátrafelé a fejtámlához hozzáverődik a versenyzőknek a feje. Itt, itt következik be az a magas GREGű impact, ami, ami aztán agyrázkódásokat eredményez. Pont az ilyen típusú rövid lapos oválok, ahol esővízben a felúszás, az hasonló jellegű. Becsapódásokat eredményezhet. Ez egy, ez egy iszonyú nagy bátorság, anélkül, hogy megnyugtató és végleges megoldást talált volna a NASCAR az autóbiztonsági hibáira. Ezt így bevállalni, én azt gondolom, hogy hogy, hogy, hogy túl, túl optimista és, és egy picit felelőtlen döntés elsőre. Nézzük meg egy picit abból a szempontból, hogy mi az, ami pozitívumot hozhat, hogyha ez egy működőképes dolog lesz. Akkor, akkor mi európai nézők nagyon örülhetünk, ugyanis hány, hány és hány olyan verseny volt, amikor éjszakában nyúlóan, főleg azokon a pályákon, ahol van világítás, éjszakában nyúlóan kellett fönnmaradni a versenyekre. Úgyhogy ebből a szempontból biztos, hogy óriási pozitívum lesz, hogy kicsit kiszámíthatóbb uh, idő lesz az az, az az idősáv, kiszámíthatóbb lesz az az idősáv, amiben ezeket a versenyeket megrendezhetik. Én pontosan ezt akartam mondani, és annyira jó irányból közelített szerintem. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez egy kicsit ilyen alumíniumcsákos összeesküvés elmélet, de a NASCAR-nak, mintha minden törekvése, abba az irányba menne, hogy a versenyeket lehetőleg egy fix időkorláton belül le tudja bonyolítani. Ugye egyre több a short track, most már autoklábot is átalakítják, az is short track lesz, most bevezetik az esőgumikat a szakaszoknál, vagy a rótpályáknál eltörlik a, a stage a sárgázás, tehát mint egy picit próbálnánk még jobban beszabályozni egy, egy bizonyos időkeretbe, ahol le tud menni a futam, és hogyha ez az esőgumi tényleg beválik, ahogy Morfi mondja, akkor azért elég sok helyszínt kapunk, ahol majdnem hogy azt mondjuk, hogy fixen vége van a versenyeknek, és hogy, ez igazán alumínium elmélet legyen, én összekötném azzal, hogy hamarosan ugye a tévés jogokról újra tárgyal a liga, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kiindulási alap lehet, hogyha ezt a számot, ezt jobban konkretizálni tudják, vagy egy időintervallumot sokkal jobban be tudnak lőni a tévéknek. Ez nem alumínium elmélet, ez nyilvánvaló, tehát ez motiválja a nascar csak tehát azt kell látni, hogy például most a mögöttünk hagyott Gála verseny, bemutató verseny, nem pontszerző verseny, tök mindegy, hogy hogy nevezzük, a Clash több mint háromnegyed órával túlnyúlt azon az ablakon, amit a Fox erre az eseményre szánt. És miért? Azért nyúlt túl, mert megint elmentünk egy olyan irányba, amiből előre lehetett látni, hogy csak káosz fog születni az, ahol 23-an se fértek el tavaly, az a Los Angeles Coliseum pálya, az most 27 versenyzővel rendezett futamot. Mégis mire számítottunk? Habkönnyű, kristálytiszta, sima versenyre, hosszú zöld zászlós etapokra és gyors befejezésre? Hát nem éppen. Nem éppen erre számítottunk. Most kérdezem én, hogyha, hogyha Martinsville-ben mondjuk jön az eső, és lerövidítjük 30 perccel a félmérföldes laposovál felszárításának az idejét, mert ennyivel kevesebb ideig kell, hogy bent vesztegeljenek a, a, a szárítóautók. Akkor nyerünk fél órát. Igen, de az alatt, amíg a taknyon nyálon csúszkálnak a versenyzők, és jön két-három baleset, meg leamortizálnak egy pár százezer dollárt, a mentéssel, takarítással, egyebekkel ugyanez az idő el fog telni, csak még nagy Isten közben ki is tesszük veszélynek a versenyzők testi épségét. Tehát ami jön a réven, az elmegy a vámon, és, és, és jelenleg életveszélyes a folyón közlekedni. Igen, és még azt nagyon fontos tudni, hogy ha valaki akár csak egy komoly szimulátorban vezetett ilyen autót, az azt tudhatja, bár, bár tavaly nagyon sokat lett hangoztatva majdnem mindenki által, hogy ezek a kocsik már nagyon-nagyon közel állnak a GT versenyzéshez, nem. Tehát szerintem ez nem igaz. Közeledtek a GT versenyzéshez, de közel sem olyan ezeket az autókat vezetni, mint mondjuk egy GT3-as versenyautót. Ezek iszonyatosan nehezek, nagyon nehezen akarnak megállni, nagyon nehéz velük kigyorsítani, és ez mind a sortoválokon, mind pedig a road és street pályákon is érződik. Ha ehhez még kapunk esőt, akkor én garantálom, és ezt így mondom, hogy garantálom, hogy a 36 teljes szezonos pilótából biztosan lesz egy vagy kettő, aki megforog. És gondoljunk bele ebbe a mezőnybe, 36. Tehát itt, itt nem az kell, hogy akár az első 15-be vagy 20-ba valaki folyamatosan csúszkáljon, a 34 miatt is ugyanúgy beintik a sárga zászlót, és hát azért tegyük a szívünkre a kezünket. A mezőny végében bizony vannak közepes képesség, vagy esetleg még olykor-olykor annál gyengébb képességű pilóták is. És ezek a pilóták meg fognak forogni. Ugyanúgy sortoválon, mint Rodon és Streeten. Szerintem. És így, ahogy Zoli, te mondod, az az idő, amíg ez az autó kimentésével eltelik, az az idő az lehetne az is, hogy mondjuk a jet dryer szépen mennek a pályán, és fújják le a vizet. Mondjuk egy sortovál esetében. Na igen, csak amikor a jet dryer mennek, akkor az tehát, hogy mondjam, még mindig egy fokkal jobb, amikor sárga zászló alatt állnak a körök, és látod, hogy mennek az autók, mint amikor csak azt látod egy órán keresztül, hogy jetdryerek mennek. Tehát értem, és valóban van abban valami, amit a Zoli mond, megmondtok, de én azt gondolom, hogy, hogy itt, itt az is a cél, hogy a nézőknek több ö, eseményt, meg több, ö, hogy mondjam, tehát kevesebb időt vegyünk el a nézőktől azért, amiért kifizették a jegyüket, a jegyárukat. Ez, ebben meg abszolút igazad van, ebben nem tudok belekötni, viszont eszembe jutott egy dolog, és házi feladat, mert szoktunk ilyet adni, és ha már felmerült Juan Pablo Montoya neve, és most felmerültek a Jet dryerek, akkor ezt a kettőt tessék egymás mögé beírni a YouTube keresőjébe, és aki esetleg nem látta volna az adott jelenetet, az készítsen popcorn, dőljön hátra, mert olyat fog látni, hogy az valami egészen elképesztő, ahogy, és ezt hozzá hozzá kötöm egy témánkhoz, ahogy Ross Chastain tavalyi manővere és egészen elképesztő volt. Ugye remélem mindenki látta, aki nem az erre, és nagyon gyorsan keresse rá, hogy Ross Chastain hogy előzte meg Danny Hemlint a rájátszásban a következő körbe való pozíciókért küzdésben, hát ebbe kicsit belegabajodtam, na de mindegy, hát láttuk Ross Chastain wallride láttuk, hogy ő úgy gondolta, hogy húz egy ötöst, és le, lecsukja a szemét, és, és valahogy beveszi azt a kanyart amivel egyébként hivatalosan körrekordot állított be rossz, csesz, én nem hiszem, hogy mostanában ezt bárki meg fogja verni, de ez a mutatvány 2023-tól bizony be lesz tiltva, és a NASCAR úgy közölte, hogy ez a biztonság érdekében, tehát mindenki személyi biztonsága érdekében tiltott manőver lesz, aki ilyet véghez visz, az bizony időbüntetést fog kapni. E, nem emlékszem már, hogy mi volt a reakcióma a tavalyi e, e, cseszényes esetre. Lehet, hogy most magamnak fogok ellent mondani. Bőven benne van a pakliba, de hát változik az ember véleménye. Én megmondom őszintén, hogy 100%-ig nem értek ezzel egyet. Tehát e, én azt gondolom, hogy normális ember, normális e, szellemi állapotban, nem próbál meg egy ilyen ö, manővert, amit rossz császtaén. Már csak azért sem, mert az autóját teszi azzal. Tehát, hogyha még egy kört kellett volna menni azzal az autóval, azt már nem tudta volna megcsinálni rossz császtaén. Én ezt szimplán annak látom, hogy túl van szabályozva. Már megint a Neszker, és olyan pillanatoktól fosztja meg a nézőket, mint ami a Hellmelon volt. Ö, gyakorlatilag ennyi. Én nem értek egyet ezzel a szabálymódosítással én a szabálymódosításnak a mikéntjével nem értek egyet. A célját, meg a motivumát azt látom, azt belátom, azt értem, hogy honnan jön a NASCAR, és hova akar vele megérkezni, és szerintem egy legitim uh, célkitűzés vezeti a szabályalkotást és a szabályalkalmazást. De ne tegyünk úgy, mintha itt egy szabálymódosítás történt volna, vagy kitaláltak volna egy csesztény szabályt, egy konkrét tilalmat, és azt tették volna be a szabálykönyvbe. Ugyanis a szabálykönyv e tekintetben egyetlen egy betűt nem változott 2022 novembere óta. Minden ugyanaz. A NASCAR annyit jelentett be, hogy a jövőben a biztonsági kockázatok gumiszabálya alá fogja sorolni a hasonló eseteket, és... Időbüntetést fog kiszabni, ha valaki újra véghez vinné a Hail melon Melont. Ennyit mondott a NASCAR, és nem többet. Na, és az én szememben ez a legnagyobb hiba, vagy gyávaság, amit el lehetett követni. Mert ha alkotott volna a NASCAR egy csesztén szabályt, amivel kimondják azt, hogy ha valaki megtámasztja a kocsiját a falon, és úgy Gázelvétel nélkül előnyre tesz szert, akkor az büntetendő és időbüntetést kap, az az én szememben egy jobban lenyelhető, jobban megmagyarázható megoldás lett volna, mint az, amit ők csináltak. Ők gyakorlatilag most azt mondják, hogy ami 2022. novemberében egy ünnepelt húzás volt, ami, ami virálissá tette a NASCAR-t. Amivel reklámozzák hetek hónapok óta a szériát, és amivel begyűjtöttek és megpróbálnak megtartani nagyon sok kívülről jövő érdeklődést, figyelmet, szponzorációs lehetőséget, szurkolói figyelmet, az innentől kezdve 180 fokot fordítva a megítélésünkön már tiltott, tilalmazott, nem helyes lendő. Eddig ünnepeltük, innentől kezdve tilalmazott lesz. Nem szabályt alkotunk rá, nem ismerjük el, hogy Csesztén gyakorlatilag kihasznált egy kis kaput, és nem ismerjük el a cseszténi zsenialitást, hanem azt mondjuk, hogy innentől kezdve, amit eddig ünnepeltünk, azt most már tilalmazni fogjuk, és nem nézzük jó szemmel. Hát könyörgök, pont ezzel sikerült teljes mértékben diszkreditálni Csesténnek a manőverét, mert ugyanazok az emberek, akik eddig azt mondták, hogy megvizsgáltuk, a szabályokat a lehetőségeken belül volt, nem tudjuk őt büntetni, teljesen legális volt a move, ugyanezek az emberek betűre pontosan ugyanazon szabálykönyv alapján a következő ilyennél a nyakába vágnának egy 20 másodperces időbüntetést. Ezt valaki nekem magyarázza meg. Tehát ezzel erőszakoljuk meg, az emberi tudatot, a formál logikát, meg a jó ízlést. Nekem ezzel van probléma. Én ezt uh, egy mondattal tudnám elütni, és ez nem egy magyar mondat, this is NASCAR. Tehát ez nem új keletű probléma, amit te most felvázoltál, hogy ugyanazt a szabályt egyszer így értelmezzük, egyszer úgy, ugye, hogyha emlékezünk, akkor Gordon is volt 17-ként rájátszásba, tehát azért nem ez lenne az első dolog, ami, ami Érdekes, de hát igen. A NASCAR sem tökéletes. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb hibája, amit most is fölvázoltál. Egyszer így értelmezzük, egyszer úgy értelmezzük. Úgyhogy Gordon 13-ként. Bocsánat, 13 bocsánat, 13 -dik. Igen, igen. Bocsánat. Bocsánat, mielőtt bekommenteli valaki, bár az azt jelenti, hogy képben van. Nem úgy, mint én. Na, de nyomom a következő hírt, illetve nem hírt, hanem szabályváltoztatást ugyanis, és ennek nagyon fog örülni a Stewart House Racing, és még nagyon sok csapat, de enyhítették az elguruló kerekek után kiosztott büntetéseket. Ugye, ha valaki emlékszik, akkor tavaly rengeteg ilyet osztottak ki, ami azzal járt, hogy négy versenyre eltiltották a crew nevezzük csapatfőnöknek ilyen viszonylag szerintem helyes magyar fordításban, illetve eltiltották az azon a keréken dolgozó szerelőket is ugyanígy négy hétre. Ez 2023-tól szintén megváltozik, ellenben bekerültek különböző pontok ebbe a szabályba, például az, hogyha a Pitródon, az, az ugye Magyarul lefordítva, a box utcában gurul el a kerék, akkor áthajtásos büntetést fog osztani. A NASCAR, ha viszont a pályára is fölkerül az elgurult kerék, amiből szintén láttunk példát tavaly, akkor kettő kört hozzáírnak az adott versenyző körszámaihoz, és két kör hátrányba fog kerülni. Továbbá, itt már bejön a verseny. Ről való eltiltás. Kettő, azaz kettő darab versenyről el fogják tiltani az ezen dolgozó kettő szerelőt. Ugye ez általában az emelős volt, és aki konkrétan a kereket cserél. Na, ehhez mit szólunk? Én azt gondolom, hogy Eleve, nekem semmi bajom nem volt azzal, amikor négy versenyre eltiltották a crew chief -et. Nekem semmi bajom nem volt, én ezt meg is védtem, azt gondolom, hogy nagyon sok emberélet ment tönkre azért, mert elrepülnek kerekek autóversenypályákon, és egy is túl sok. Meg a kockázata is túl sok ennek az egésznek. Megértettem, hogy amíg 2021 év végéig öt kerékanyával rögzítették a kerekeket, és érdekelt volt abban egy csapat, hogy az ötből egyet, kettőt, ne húzzon meg teljesen, szándékosan lazára hagyja, hogy ezzel időt nyerjenek, addig 2022. februárjától nem érdekeltek a csapatok abban, hogy rosszul rögzítsék a kerékanyát, mert egyetlen egy kerékanya van, és hogyha azt rosszul rögzítik, akkor ott vége lehet a versenyüknek egyből, vagy a versenyzőjüknek lehet vége, ne Isten a szezonjának is. Tehát én ezt megértettem, hogy a csapatoknak immáron az az érdekük, hogy körültekintőek legyenek, és megbizonyosodjon róla a kerékcserélő, hogy megfelelően rögzítette a kerékanyát. És ezért túl szigorú a négy versenyes eltiltás, ugyanakkor én most az elérni kívánt célhoz képest aránytalanul csekének tartom a büntetést. Ennek nincsen visszatartó ereje. Még azodáig rendben van, hogy ha rosszul rögzíti a kereket, és az leesik, akkor eltiltják két versenyre a kerékcserélőt, meg eltiltják két verseny, versenyre az emelőst, aki, aki úgy leengedte vissza, engedte a pályára, hogy nincsen jól meghúzva a kerékanya. Ez, ez a két verseny és eltiltás, ez jó, mert nekik ez visszatartó erő, ők elesnek két hétre a fizetésüktől, azért egy NASCAR kerékcserélő, egy pit csapatnak a tagja, mondjuk egy közép csapatnál, hát nem keres olyan bitang jól, és ez, és ez egy nagyon kemény meló, ez nagyon kemény meló, ez 36 héten keresztül, sőt, 37 héten keresztül folyamatos utazgatás, a clash ugye nem utaznak el, tehát ezért vontam le egyet, a 36 pontszerző verseny plusz két nem pontszerző hétvégéből, de, de, ez, ez egész embert kíván. Ebben, ebben családok mennek tönkre, hogy, hogy, apu nincs otthon, a gyerek sír, és, 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 nem nagyon látják, nem nagyon lehet egy közös hétvégét csinálni. Mert a leghosszabb sportszezon, a profi sportok égisze alatt az a NASCAR sportszezonja. Ez, ez gond, nyilván. Talán az ő szintjükön ez visszatartó erő. Na de az, hogy ha Eredményorientáltak vagyunk, és attól tesszük függővé, hogy ugyanazon mulasztás, mekkora büntetést van maga után, hogy a pitródról se tud vele elővánszorogni a versenyző, mert már a pitródon leesik, annyira rosszul rögzítette, vagy éppen még ki tud bicegni vele a pályára, és ott esik le, az, az, az nekem nem tetszik. Röhelyesen kevés az a büntetés, hogyha a pitródon esik le a kerék, akkor mindösszesen zöld zászló alatt egy áthajtásos büntetés lesz ennek a jutalma, sárga zászló alatt pedig egy mezőny végi újraindulást. Ez, ez iszonyatosan kevés, és nem a kerékcserélőn és nem az emelősön múlik az, hogy a pitródon esik le a rosszul rögzített kerék, vagy kint a pályán. Úgyhogy ez, ez szerintem teljesen aránytalan ilyen formában, és, és egy picit önkényesen kiragadott szempont, ami, ami, ami nem fogja növelni a biztonságérzetünket, ugyanis egy leeső kerék az a pitródon, ahol közel vannak a e, többi csapatnak a tagjai az autókhoz, egy 50-60-70 km per órás sebességgel elguruló kerék ugyanolyan károkat tud okozni, mint kint a pályán egy 160 km per órával elinduló kerék. Úgyhogy én ebben nem látok logikát. Na figyelj, most megvédem a NASCAR Zoli. <laughs> nem, lehet, hogy, nem lehet, hogy ebben az a logika, hogyha egy csapat, egy versenyző érzi, hogy valami nem oké, okay, akkor ne jusson ki a pályára, és ne várjuk meg, míg az a kerék leválik. Tavaly is számtalan alkalommal hallottuk azt, hogy rádión már valaki a pitbe mondja, hogy gyerekek, ez nem lesz jó, nem lesz jó, akkor és ennek miért ellenére bünteted? visszament a pályára. Akkor, mi, akkor miért nem azt mondod, hogy nem büntetem azokat, akik a pitródon érezve, hogy rosszul van rögzítve, hogy rögtön vibrál, leállítják az autót, és inkább rászánnak egy-két percet, hogy visszatolassanak, visszadöcögjenek, és, és meghúzzák. Miért bünteted, meg akkor őket. Ha valaki ismeri a Churchill-es viccet, akkor erre azt mondani, hogy most már csak az áron vitatkozunk, tudod? Tehát, hogy, hogy a lényeg az ugyanaz. Oké, okay, nyilván, hogyha megállsz a pitródon, az eleve egy büntetés, mert akkor kört fogsz kapni. De szerintem a NASCAR-nak ezzel az volt a célja, hogy, hogy állj meg hogyha ha érzed, hogy valami nem jó, akkor állj meg, és ne próbálkozz be egy rosszul rögzített kerékkel visszamenni a pályára, és ebben én látok rációt személyesen. De érted, mi a probléma? Tehát az a probléma, hogy a kerékcserélő vagy jelezte, hogy végzett a munkával, és az emelős azért engedte le, vagy nem jelzett, de az emelős nem figyelt, és az emelős leengedte. Tehát az a két ember, akinek a kezében van a döntéshozatal, az döntött és az ő kooperációjuknak az volt a végeredménye, hogy a rosszul rögzített kerékanyával visszaengedik a versenyzőt a pályára. Az már, hogy az ő mulasztásukat, vagy az ő hibájukat azt a pilóta korrigálja-e, vagy sem, az már a veszélyhelyzet előidézése szempontjából szerintem egy másodlagos tényező. Az a két ember, akire rá volt bízva, a többieknek a biztonsága elkövette a hibát. Na, és akkor itt szeretném veled a 2023-as első fogadást megkötni, hogy szerinted fogunk-e látni emiatt a szabály miatt olyan versenyzőt, aki félreáll a pétródon és azt mondja, hogy gyerekek nincs rögzítve a kerék, vagy nem? Igen. Biztos, hogy fogunk no, de látni. Szerintem is fogunk látni, akkor viszont a szabály elérje a célját, ilyen szempontból. Na de eddig is volt, de tavaly is volt, mert most ha megöltök, se tudnám mondani, de egy vagy két ilyen helyzet volt, és a NASCAR volt, hogy büntetést osztott ki, volt, hogy azt mondta, hogy rendben, ez így, ez így korrekt dolog. Tehát volt ilyen tavaly is. De olyan is volt, aki tudta, hogy leesett a kereke, le fog esni, vagy érezte, hogy nagy baj van, és megpróbált kört menni, hogy megcsinálják. Szerinted ezt ugyanúgy bevállalná mindenki tízből tízszer, vagy ez a szabály lehet, hogy csak egy pilótánál azt mondja a pilóta emiatt, a szabály miatt, bocsánat, így fogalmazom meg, hogy inkább nem megyek körbe, megállok itt, aztán majd valami lesz. Szerintem nem, nem ezen a szabályon múlik, hogy a pilóta megáll, vagy nem. Nyilván, ha érzed, hogy rosszul van rögzítve a kerék, és olyan rosszul van rögzítve, hogy ez nem egy, nem egy, sima vibráció, hanem, hanem már a pitródon egy 40-50 mérföld per órás sebességnél is lehet érezni, akkor, akkor, mint hogy eddig is volt rá példa, a legtöbben megállnak, visszatolatnak, és nem mennek ki a pályára. Csak általában ezek nem olyan egyértelmű dolgok, tehát az is, az is hibája ennek az egésznek, és szerintem a NASCAR ezt is félig meddig elismerte, hogy a Kevin Hárvikot idézem, hogy az ócska, vacak, trágya alkatrészek, azok néha azt eredményezik, hogy ez a záró mechanizmus, ez, ez, ez tökéletlen, és rossz visszajelzést ad a csuklónak. És azt gondolja a kerékcserélő, hogy megvan ugyanaz az érzés az izommemóriában, mint ami megvolt ezt megelőző 2000 alkalommal is, amikor ezt gyakoroltam, mert ugyanaz a bilincsnek a kattanása, hogy ugye ez a kis ditent elnevezésű záró mechanizmus kipattan, kiugrik, csak hogy kiderül, hogy ott van valamiféle anyagprobléma vagy gyártási hiba, ami azt eredményezi, hogy ugyanaz az érzés, csak aztán nem ugyanaz a végeredmény, mert vagy túlszorul, és akkor lesz belőle egy Eric Jones féle 9 perces kerékcsere, meg az orfűrész, meg, meg, minden, vagy pedig rögtön leesik. Tehát ebben az is benne van, hogy a NASCAR félig pedig elismerte, hogy inkonzisztens a beszállítóktól érkező alkatrész. És, és ezért nem tiltják el négy versenyre a csapatfőnököket. Még egy utolsó gondolat e körben, egyébként 2023-ra Megváltoztatják ezt a zárómechanizmust, tehát ez is új lesz, úgyhogy ehhez alkalmazkodnia kell majd a kerékcserélőknek is, pont azért, mert túl sok volt a visszajelzés már az előző szezonból, hogy ezek ezersebből véreznek, és nincs meg az a fajta stabilitás a beszállított alkatrészek minőségében, ami lehetővé tenné, hogy négy hétre eltiltsunk krúcsifeket, ha nem is biztos, hogy a csapat hibázott. És akkor, ha már ennyit beszélgettünk a Pétről, akkor gyorsan bedobnék még egy szabályváltozást. Az idei évtől ugyanis hetes perc áll már rendelkezésre a sérült autókat a pit helyen megjavításra. Ez így talán utólag értelmes mondatnak sikerült. Szóval ez az idő, ez ennyi lett, hetes perc, nem tudom, ugye tavaly erre már volt példa, hogy ehhez hozzá tudunk-e fűzni valami komolyabbat, én személy szerint nem nagyon legyen. Ez a lengőkarok miatt van ennyi. Tehát körülbelül 7 perc alatt mindenki ki tud cserélni egy lengőkart, kivéve ugye a vezető lengőkarokat, mert azokat nem engedi a nascar cserélni a pitródon, úgyhogy ez azt a célt szolgálja, azt a szerepet tölti be, hogy egy egyszerű elefántpuszi a felnire, az ne eredményezze automatikusan a verseny végét, hanem esélyt kapjanak 2-3-4-5-6-7 kör hátrányból is, még sárga zászlók, lakidagok tömkelegével visszajönni, tehát ez, ez ezt a célt szolgálja, szerintem semmi többet. És van itt még egy szabály, ami nem egy olyan extrém dolog, és van még, hát azt gondolom, hogy sőt, kettő, ami nem extrém, és egy, amiről szerintem fogunk beszélni. Tehát eddig úgy szólt a szabály, hogy a legjobb 30-ban kellett végezni az alapszakaszban, akkor is, ha futamgyőzelmed volt, hogy a rájátszásba juthassál. Ez innentől megváltozik, ez Xfinity-ben ugye a legjobb 20 volt, ugye innentől az idei évtől az Xfinity-t is figyelemmel tudjuk megkövetni a Network négy csoport valamelyik csatornáján. Az idei évtől pedig nem kell a Top 30-ban végezni, illetve Xfinity esetében a Top 20-ban, hanem elég a futamgyőzelem, és részt kell venni minden futamon. Ez most az új szabály. Szerintem ebben semmi extra nincs, az időszerű volt, de ha bármit hozzá szeretnétek fűzni, akkor hajrá! Uh számomra csak annyi lesz az érdekes, hogy azért az Xfinity-ben <coughs> nyilván kisebb a, hogy mondjam, kisebb a, a jó csapatoknak, a gyors a jó versenyzőknek a száma, úgyhogy, hogyha valaki elkap egy jó road versenyt, vagy egy jó, jó esetben egy esőszületet, akkor ott érdekes dolgok történhetnek a, a top 30 szempontjából. Én ennek nem örülök. Eleve nagyon sokan kerültek be úgy a rájátszásba, hogy tökéletesen tisztában voltunk vele, hogy esélytelenek, nem hogy a bajnoki címre, vagy a négyes döntőbe kerülésre, de arra is, hogy egynél több kört menjenek. Tehát az elmúlt években általában, aki 15-ként, 16-ként került be a rájátszásba, az ki is rostálódott rögtön a 16-os fordulóban. És nem hiányzik szerintem így, 6 darab Super verseny amiből ugye ötesik az alapszakaszba, meg egy csomó rótpálya a városi pálya mellett, még az esőfutamok is, tehát nem hiányzik, hogy kicsúszik valakinek egy teljesen bemákolt futamgyőzelem, egy, egy ilyen Justin Haley-szerű eső által félbeszakított verseny, vagy egy Trevor Bain-féle Dayton 500 győzelem esetén, én nekem nem hiányzik az, hogy egy olyan értékes helyet foglaljanak el a rájátszás 16-os mezőnyéből, ami biztos, hogy semmi más, csak a hízak kitöltésnek a szerepét tölti be. Sem, semmi másra nem alkalmas az a versenyző ott, mert úgy is ki fog esni, hogy hogyha nincsen a legjobb 30-ban az alapszakaszban, akkor őnek is semmi keresnivalója nincsen a rájátszásban. Nekem ez a véleményem, különben semmi értelme a rájátszást meghirdetni, mint az abszolút legjobbak, mint a sporták krémje, akik vetélkednek a bajnoki címért, mindeközben pedig mondjuk Martin Truex tavaly 17 lett a bajnokságban, hiába végzett az alapszakaszban az ötödik pozícióban, meg még az utolsó Lutri, meg, meg Esős Dayton a futam előtt a negyedik helyen volt. Ennek ellenére ő nem jutott be a rájátszásba ennek a szabályrendszernek köszönhetően. Isten mentsen, hogy még ezt a garanciális elemet is kivegyük, hogy legalább a top 30-ba férjen már be az adott érintett futamgyőztes. Úgyhogy nekem ez nem tetszik, ez a szabályváltoztatás. Én Twitteren olvastam egy olyat, hogy hogy stratégiailag hogy lehet túlélni egy szezont úgy, hogy mondjuk a versenyek felén starten and parkolsz <laughs> és még így is bekerülsz a top 30-ba, az Xfinity-be, uh, igen, tehát, hogy ez számomra egy nagyon fura szabályváltoztatás, és én sem nagyon értek vele egyet. Ez hát ugye szélsőséges esetben most elég annyit csinálni, hogy a szezon első 26 versenyéből megnyersz egyet, mondjuk a Dayton 500-at megnyered, utána 25 versenyen keresztül színlelsz egy váltóhibát, és kettő kör után kiállsz, aztán nyersz a 16-os fordulóban, a 12-es fordulóban, és a 8-es fordulóban is egy-egy versenyt, az adott fordulóknak a maradék két futamát azt teljesen lehevered, és utána megnyered phoenix -et. Ennyi, és bajnok vagy, volt abban a szezonban hány? Egy, kettő, három, négy, öt darab épkéz versenyt. Szélsőséges esetben meg lehet csinálni. Nézz én azt gondolom, hogyha valaki ezt szélsőséges esetben megcsinál, legyen is bajnok. Tehát az, az azt jelenti, hogy ami nem indult, azt megnyerte. Azt én odaadom a tófán. Ezt így. De én odaadom. Tőlem így. megkapja. Ha valaki ezt összehozza ebbe a bajnokságban, én még utána éven is kihirdetném bajnoknak, mert ez nagyon nem egyszerű. Jó, egyébként értem, hogy honnan jössz annyi még, hogy az Xfinity-ben a legjobb 20-ban kellett lenni, nem a 30-ban, ugye ott azért annyira nem népes a mezőny, mint a kábban. És akkor megyünk tovább, még egy érdekes és egy nagyon fontos szabálymódosítás. Ugye megérkeztek a, hát hogy fogalmazzam szépen, hangcsökkentők, hangtompítók a, a kipufogókkal kapcsolatosan, ugye ez Chicago utcai versenyre, illetve a most megrendezett koliszeumra vonatkozott. Hogy láttátok ezeket a módosításokat? Hatalmas hisztéria volt e körül is. Én akár hova néztem, akár mit olvastam, mindenki folyamatosan panaszkodik valamire. Az amerikaiak, akik, akik a NASCAR köré szerveződnek, és hangodói a szurkolói klubnak, ők valamiért szinte csak lesik, vagy várják a lehetőséget, hogy mi lehet végre valahára károm, károgni. És most ez a, ez a, mufflers bevezetés, ez, ez megint kiverte a biztosítékot a puritánoknál. Ténykérdés, hogy a NASCAR-nak a teljesen adhok működési mechanizmusát azt, azt megfelelően tanúsítja megint, ami történt, ugyanis gyakorlatilag egy másfél héttel a Clash verseny előtt Phoenixben pakolták fel először a kocsikra ezeket a hangtompítókat, és ugye az is egyértelmű, hogy miért, mert az elé Coliseum és a Csikágói utcai verseny is majd egy sűrűn lakott övezetnek a kellős közepén valósul meg. És, és nyilván azért itt minden egyes decibel számít. A Csikágói művészeti múzeum, ami mellett fognak körözni, az már jó előre jelezte, hogy itt olyan műalkotások lógnak a falakon, amik nem biztos, hogy ezt a rezgést és hanghatást olyan nagyon jól fogják tolerálni, és a NASCAR kielégítve ezeket az elvárásokat megpróbálja a hangtompítókat, na de ez nem azt jelenti ám, hogy innentől kezdve a légy is meg lehet hallani, vagy mint a Formula E úgy nyikorognak a kocsik, tehát ez azért nem egészen, itt a, a tények azok elég makacs dolgok. Tehát a hetedik generációs autó sokkal hangosabb volt, mint a hatodik generációs kocsi. És bevezették ezeket a Mufflereket, és feltették a clash versenyre, meg majd fel fogják tenni Csikágóban az utcai pályára, de ez mondjuk olyan 6 és 10 decibel között fogja csökkenteni a hangját a kocsiknak. Tehát nem lesz egy nagyon drasztikus csökken, és ez nem fogja elvenni az egésznek az élét, és szerintem kimondottan jól szóltak, ami a televízión keresztül látja, hogy jól szóltak most is a clash -en. Ott tartottunk, hogy szinte dobhártya repesztő volt a hangja a hetedik generációs kocsinak. Ugye mind a két oldalon van már kipufogó, és, és tényleg eszméletlen hangerőt produkáltak. Tehát ez, ez bőven 110 decibel fölött volt, az egész mezőny tekintve olyan 120-122 körül lehetett, amikor, amikor egy teljes mezőny körözött. Tehát ez, ez megint szerintem egy, egy, olyan módosítás volt, amit nem nagyon lehetett elkerülni. Ha akar a NASCAR belvárosi környezetben is versenyezni, akkor erre ki kellett találni valamit. Csak ennek vannak ugye nem kívánt hatásai, mint például az, hogy Ty Gibbs-nek az 54-esét rögtön rosszul szerelték össze, és leégett a félkocsi. Igen, ezt biztos, hogy nem akarta Joe Gibbs Racing, tehát ezt én is a nem kívánt a hatás kategóriájába tenném. Tudunk-e még ehhez valamit hozzáfűzni? Mert én személy szerint nem. De, tehát még olyan gondolatokat is elmondtam, és soha meg nem fogalmazódott volna a fejembe. Morfi, neked? Én megmondom őszintén, hogy ez, ez a dolog, ez teljesen kimaradt, és ez az én hibám. De ha nem szóltok, akkor nem vettem volna észre a különbséget. A tévébe <laughs> hogy... visszatolták, trükkösen a múlva, <gül> figyeltem. <gül> Úgy, hogy... csak, csak tudjátok, srácok, az, az volt ezzel a legnagyobb probléma, hogy Phoenixben 12-13 Celsius fokban rendeztek két héttel ezelőtt egy, egy tesztet, ahol az egyik napon ezek nélkül a hangtompítók nélkül mentek, a másik napon pedig a mufflerekkel mentek és meg lehet nézni Christopher Bellnek a fejét. Az első nap végén úgy szállt ki a kocsiból, mintha a lépett volna elő, teljesen kisimult vonásunk. A második napon nem ismertél rá a csávóra. Tehát mindenéből szakadt a víz, és lihegve, kifulladva nyilatkozta azt Bob Pakrásznek, hogy it's hat, 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 hat. Próbáltam szó szerint idézni, és levegő után kapkodott az egyik legjobb fizikumú versenyzője a NASCAR Cup Tehát megint ott tartunk, hogyha a hangtompítók miatt hosszabban fut a kipufogócső a kocsi oldalszoknyája alatt, akkor azzal jobban átforrósodik a váz, és ha ezt nem tudják megfelelő hűtéssel, keringetéssel ellensúlyozni, és egy januári 12 Celsius fokos Phoenixben megsül Christopher Bell, akkor egy nyárközepi, csikágói, utcai verseny az aszfalton, az hogy fog összejönni? Jó napot kívánok! Hát igen, ezt majd akkor meglátjuk. És ugye, ugye láttunk tavaly is nem csak a pilótákat kiszállni az autóból, hanem ugye Indianapolisban sajnos végignézhettük egy pilóta komplett szenvedését a, a szomjúságtól és a gyakorlatilag túlmelegedéstől. Ez semmiket nem fog segíteni én ezt. Én ezt abszolút aláírom. Jó, csinálják, majd, majd kiderül, vagy, vagy valami lesz velem. Na de, ami még itt hátra maradt, az egyetlen egy nagyon-nagyon fontos szabálymódosítás, ugyanis Daytonában, Talladégában és Atlantában, azaz a Super illetve a Bristoli Dört versenyen is lehet innentől sávot választani az újraindításoknál. Ugye nem is olyan régi ez a szabály, ahol behozták ezt a háromszöget, bizonyos pályákon lehetett választani az újraindításnál, hogy az előrébb rangsorolt pilóta fölülről, illetve alulról akar el majd újra rajtolni, ez viszont hozhat érdekes szituációkat, hogy már ezeken a szuper speedway pályákon, illetve Bristolban is engedve lesz. Éh, én ezt inkább viccesnek tartom, tehát én, én már nagyon várom Daytonában meg Taladegában, hogy a jobboldali sorba felsorakozik a a chevrolet a kis vonata, a, a baloldali sorba pedig a, a többiek. Ugye nyilván a Sevikből van a, a legtöbb ö, autó. Ugye itt maximum annyit csinálhatnak az emberek, hogy a versenyzők, meg a csapatok, hogy stratégiailag direkt megpróbálják megbontani a, ezeket a sorokat. Úgyhogy hát érdekes, mindenképp érdekes lesz. és én azt, azt, gondolom, hogy itt óriási Chevy, Ford, meg a sorok fognak kialakulni. Igen, persze ezen fognak mesterkedni, csak ebben meg én azt a problémát látom, hogy a Super Speedway versenyzés a futamoknak az első négy az általában egy sokkal kevésbé dinamikus versenyzés, kevés a jövés menés, nagyon sokan meglapulnak a mezőny közepén végén, és az utolsó körökben bojdul fel a mékas, és akkor van átrendeződés. És ebben az egyébként is nagyon statikus képet mutató versenyzési formában, még ráadásul művi úton azt is hagyni elrendezni, hogy a vonatok létrejöhessenek a sárga zászló alatt, tehát még nem is a zöld zászló alatt, Keresik meg egymást a csapattársak, hanem effektíve a sárga zászló alatt az akcióvesztést fog eredményezni. Tehát én nekem ez megint különösebben nem tetszik, ez a változtatás. Egyértelmű lesz, hogy a hat darab Toyota, vagy hét, hogyha Travis Pastrana is tud kvalifikálni, akkor össze fogja gyűjteni egymást az újraindításnál. Seviken belül is meg lesznek azok az ernyők, amik alá tartozó, csapatok érdekszövetségre lépnek, ugyanígy a fordoknál. Ez, ez szerintem szerintem nem fog ahhoz hozzátenni, hogy jobb legyen a verseny, és kicsit több akció legyen a hosszabb zöld zásztó belül. Úgyhogy nekem emiatt vannak szkepsziseim reméljük, ráncáfolnak.